Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét. Önök a 25. évfolyam 26. heti számát látják. Nézzük a mai adás tartalmát. Műsorunkban először megmutatjuk, hogyan vették át a megválasztott képviselők a megbízó leveleket. Második blokkunkban a Vörös Kereszt Monori alapszervezetének ünnepségére látogatunk el. Adásunkat az első kézből rovat zárja. Június 9-én az ország lakosai eldöntötték, kikkel képzelik el a következő 5 éves önkormányzati ciklust. A Monoron megválasztott képviselők június 20-án vették át a megbízó leveleket, ezt az eseményt mi is rögzítettük, és ezt most önök is megtekinthetik. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, résztvevőt, polgármester urat, képviselőket, újonnan megválasztott képviselőket, jegyzőasszony, taljegyző urat és a bizottság tagjait is. A helyi választási bizottságban a feladatokat négyen láttuk el. Mi voltunk azok, akik a határozatokat hoztuk, illetve Tóth Mihály volt még, aki a helyi választási bizottságnak tagja volt. A július 9-i választás rendre lezajlott. Beszámolhatok arról, hogy a választás napján választási törvény megsértése miatt eljárás nem indult a bizottságunk előtt. Néhány rövid adatot mondanék el a választásról. A választásra jogosultak száma az 15.088 fő volt. Végül is a polgármester választáson 49,12% 7411 fő jelent meg, és egyéni kerületekben is változó volt a jelenlét, amelyet majd mindjárt azért egy kicsit említek. A polgármester választásunkon 5 fő indult, a választások eredménye alapján Darázsi Kálmán a Fidesz-KDNP jelöltje 44,18%-kal 3926 szavazattal nyert, Lendvai Endre a Mi Hazánk Mozgalom 14,74%-kal 1068 szavazatot kapott, Válszegi József a Monori Lokálpatrióta egylet képviseletében 14,26%-ot, 1033 szavazatot, Magdics Mónika Ágnes a DK jelöltje 9,21%-ot, 667 szavazatot, Vas Csanád, mint független jelölt pedig 7,62-t, 552 szavazatot. Az egyéni választókerületeknél is az egyes választókerületben 1784 fő volt jogosult a választásra, megjelent 42,1%, 751 fő, 727 érvényes szavazatunk volt. Ebben a körzetben a Balogh Imre Fidesz-KDNP jelöltje lett a megválasztott képviselő 55,02%-kal 400 szavazattal. A kettes számú egyéni választókerületi választásnál 2001 fő volt jogosult a választásra, megjelent 46,63% 933 fő, Árvai Zoltán Fidesz-KDNP jelölt lett 46,89%-kal 4229 szavazattal a megválasztott. A hármas számú egyéni választókerületnél 1801 fő volt jogosult a választásra, megjelent 51,3% 924 fő. Aranyi Botond Fidesz-KDNP jelölt került megválasztásra 45,32%-kal 412 szavazattal. A négyes számú egyéni választókerületi választásnál 1893 fő volt jogosult a választásra. Rendek László Fidesz-KDNP jelölt 55,60%-kal 467 szavazattal lett megválasztva. Az ötös számú egyéni választókerületnél 1849 fő volt jogosult választásra, megjelent 51,16%, 946 fő. Sinkovics László Fidesz-KDNP jelölt lett 51,51%-kal 479 szavazattal megválasztva.
A hatosszámú egyéni választókerületi választásnál 1625 fő volt jogosult választásra, 54,58% jelent meg, Kampfl Márk Fidesz-KDNP jelölt 52,64%, 439 szavazattal került megválasztásra. A hetes számú egyéni választókerületnél 1873 fő volt jogosult választásra, megjelent 56,54%, Dezsőfi Andor Fidesz-KDNP jelölt került megválasztásra 47,94%-kal, 489 szavazattal. A 8-as egyéni választókerületi választásnál 2262 fő volt jogosult a választásra, 46,24% jelent meg. Csúzi Szabolcs Fidesz-KDNP jelölt került megválasztásra 57,4%-kal, 582 szavazattal. A bizottság határozatokat hozott a települési kompenzációs listáról is. A kompenzációs lista alapján a Monori Lokálpatrióta egylet egy mandátumot nyert, töredékszavazatok száma 1448 volt, Balogh Péter jelölt a lista első embere került be a képviselőtestületbe. A Mi Hazánk mozgalomnál az elnyert mandátumok száma is egy, a töredékszavazatok száma 1108, Lendvai Endre került be jelölt, a megválasztott jelölt, listán, kompenzációs listán bejutott jelöltként. A DK a töredékszavazatok száma alapján, ami 722 volt, Magdics Mónika Ágnes jelölt került be a testületbe. Én azt gondolom, hogy a megyei listák azok igazából minket nem érdekelnek. Volt nemzetiségi önkormányzati választás is, a helyi önkormányzati választással egy időben. A települési roma nemzetiségi önkormányzati választásnál 300 fő volt jogosult a választásra, megjelent 24%, érvényes szavazólapok száma volt 61, és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai lettek Olá Mihály, a Cikösz jelöltje 49,18%-kal 30 szavazattal, Sörös István Cikösz jelöltje 32,79%-kal 20 szavazattal, Rafael Alexandra Cikösz jelöltje 31,15%-kal 19 szavazattal, Pupos Éva Kinga Cikösz jelöltje 19,67%-kal 12 szavazattal, Sörös Mária Cikösz jelöltje 16,39%-kal és 10 szavazattal. A további nemzetiségi választás volt településünkön a román, ott 9 fő volt, aki szavazásra jogosult volt, ennek a 77,78%-a megjelent, és az érvényes szavazatok alapján a román nemzetiségi önkormányzatnak a tagjává vált Gecse Attila 100%-os szavazattal, Gecse Csongor Szilárd 83,33%-kal és Benkő Erika Enikő 66,67%-kal. Hát tisztelettel ennyit a választásról és a választási bizottság munkáját befejező adatokról. Az én tisztem a továbbiakban az, hogy a megválasztott képviselőknek a megbízó levelet adjuk át. Ez a még eddig nem volt helyzet, hogy nem alakuló ülésen történik a megbízó leveleknek az átadása, ez a uniós választással egybe lezajlott választásunkra van tekintettel. Majd lesz októberben az alakuló ülés, ahol a megválasztott képviselők a mandátumukat igazából megszerzik, és az alakuló ülés után fogják gyakorolni a testület. Nem a testületet, hanem a munkájukat. Én tisztelettel akkor szeretném átadni mindenkinek a megbízó levelet, és gratulálunk mindannyian a megválasztott képviselőknek, polgármester úrnak, és akkor először átadnám a megbízó levelet Darázsi Kálmán úrnak, polgármesternek. Gratulálunk! Aranyi Botond úrnak, Árvai Zoltán, ugye ő nincs jelen. Igen.
Balog Imre úrnak. Csúzi Szabolcs úrnak. Dezső Fiándor úrnak. Kampfl Márk úrnak. Rendek László úrnak. Gratulálok. Sinkovics László úrnak. Balog Péter, ugye ő nincs. Jó, Lendvai Endre urat kérem. Magdics Mónika Ágnes. Gecse Attila. Gecse Attila úrnak gratulálok. Köszönjük, parancsoljon. Jó, és akkor a nemzetiségi önkormányzati... Ő már nemzetiségi. Most mondom, hogy az lesz majd. Az volt. De igen, jó. A Benkő Erika Enikő. Ő nincs. Ő nincs. Jó. Gecse Csongor Szilárd. Gratulálok. Olaj Mihály úr. Pupos Éva Kinga. Gratulálok. Köszönöm szépen. Rafael Alexandra. Gratulálok. Parancsoljon. Sörös István. István, jó. Gratulálok, Sörös István úr. Köszönöm. Parancsoljon. És Sörös Mária, ő nincs, ugye? Nincs. Jó. Hát tisztelettel ennyi volt a feladatunk és a tisztünk. Jó egészséget, sok jó megoldandó munkát kívánunk. Nem tudom, bizottságunknak van-e még valami hozzátenni valója? Köszönöm. Gratulálunk. A Monori Vörös Kereszt telepi alapszervezete minden évben megrendezi az anyák napi ünnepségét. Az elmúlt héten már láthatták ennek az eseménynek az első részét, ma pedig bemutatjuk, milyen műsorszámokkal szórakoztatták a fellépők a jelenlévőket. Kedves vendégeink! Rendezvényünk hivatalos része ezzel a kis megemlékezéssel befejeződött. Megköszönjük a Monori Polgármesteri Hivatalnak és a Vigadó Kulturális és Civil Központnak a rendezvényhez nyújtott támogatását. A Gemini TV segítségét abban, hogy általuk az itt nem jelenlévők is részesei lehetnek műsorunknak. És nem utolsó sorban köszönjük minden önkéntes támogatónak, vöröskeresztes tagnak a közreműködését. Az ők szorgos munkája nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszönjük szépen a támogatásukat! Elérkeztünk a második szakaszához, mindenki kényelmesen foglaljon helyet. Tudnélék,
verses, táncos, énekes műsorral folytatjuk rendezvényünket. A műsor összeállításánál ebben az évben is elsősorban a monori tehetsége kis szegmensét, apraja nagyját, idősebbet, fiatalt szeretnénk nagyobb közönség előtt bemutatni az előbb említett kategóriákban. Fogadjátok nagy szeretettel, jó szórakozást kívánok! Technikai munkatárs Kispál Gábor lesz. És már is az első műsorszám következik. A monori Jászai Maritéri Általános Iskola 8. B osztályának fekete zsaluit láthatjuk majd. Viktória, 12 éves, a monori erdei Fekete István Általános Iskola 6. osztályos tanulójától Arany János a Világ című versét hallhatjuk. Arany János a világ. A világ egy kopos szekér, haladna, de nem messze ér. Itt is törik, ott is szakad, sose féljünk, hogy elragad. A világ egy régi mente, moly penész por összeette. Fol sem állja, foldani kár, célna után szakad mindjárt. A világ egy tói malom, néha tengervize vagyon, néha csepp sincs, úgy kiszárad, amint kéne, sosem járhat. A világ egy vémuzsikás, nem tud ő már kezdeni mást. Minden hangból hús csak feled, minden nap egy nótát feled. A világ egy rozzancsárda, rossz menedék télbe, nyárba. Télbe fázol, nyárban ázol, mégis benne éjszakázol. A világ egy részeg ember ez a világ, ötször, hatszor egy nyomba hág. Kész ugorni hegyen völgyön, s felbukik a sima földön. Good man.
következőekben a Monori Jászai Maritéri Általános Iskola 5B osztályos tanulóinak előadását láthatjuk. Felkészítő tanár Tóth Csilla. Stepping down, stepping down, come on, my stepping down. Köszönti az édesanyákat. Dalma szereti a verset, zenét és a táncot is. Mentovics Éva elmesélem, hogy szeretlek című versét hallhatjuk tőle. Meg szeretném említeni, Dalma a legfrissebb vöröskeresztes tagunk. Köszönjük szépen ezúton is tagságát.
Mikor annyit tanítottál? Leállítottál hozzám. Azt oktatott drága kincsen. És megtokottad utcán. Öregettél, célokattál. Ápoltad a lelkem. És kedves szóval titeket. Bármit rosszat tettem. Ószok életél azt adtál. Képen felkomlász le. Álmodozó mezét nélkül. Szuszámot elestem. Beszéltet, tanítottál. Szépesen. Beszélek. Elmesélem egy szép napon, most szeretelek téged. A útnak panna macskok, szeretik a mézet. Így tesz rá a jó náckám, most szeretlek téged. Most pedig az Üllői Zrínyi Ilona nyugdíjas kórus népdalcsokorral készült. A kórust 2015-ben Misilné Emike alapította, aki 93 évesen jelenleg is aktív tagja a csoportnak. Vezetőnek Dudinszky Gézáné Ildikó énektanárt kérték fel, aki örömmel vállalta ezt a feladatot. Vándor felhő fent az ége, ha majd egyszer kis falunhoz érte, álljatok meg az alvégi, édesanyám házát keressétek. Ott, ahol a véneperfa halkan sóhajt fenn az éjszakába. Vándor felhő, ott van az ég, édesanyám nádfedeles háza. Álljatok meg az ablaknál, mondjátok, hogy hír hoztam felőle. Mondjátok, hogy ne busuljon, jó, mert sorsom, mióta eljöttem. De ne tudja meg, hogy a sorsom, az életem keserűség bána. De ne hújjon a könnye érte. Fehér hajú, édes jó agyámnak. De ne tudja meg, hogy a sorsom, az életem keserűség bánat. De ne hújjon a könnye érte. Fehér hajú, édes jó anyámnak. Még mondok egy viccet, meddig összejön az énekar. Az Oloka vitt nagymamának egy csokor rózsát. Felköszönteni ütet, és azt mondja a nagymama, kisfiam, minek adtál pénzt ezért a virágért, mikor a kiskertem tele van virággal? Azt mondja az unoka, csak volt nagymama. Joe!
édesanyám, vagy egy magas seperfa. Aláálló, kedves édesanyám, hogy ne házzak alatta. Csippis annak a levele, sejte jó szagú, egy legényért, kedves édesanyám, sose leszek szomorú. Csippis annak a levele, sejte jó szagú, egy legényért, kedves édesanyám, sose leszek szomorú. Házunk előtt, kedves édesanyám, ragyognak a csillagok. Én hozzám is, kedves édesanyám, egy pár csillag beragyok. Én tőlem is irigyeli azt a csillagot, amelyik a babám ablakában minden este beragyog. Én tőlem is irigyeli azt a csillagot, amelyik a babám ablakában minden este beragyog. Este még a faluba haza kéne menni, arról félek, a legények meg akarnak verni. Ne bántsatok, jó pajtások, nem vagyok az oka. Szeretek egy barna kislány, nem hagyom el soha. Barna kislány ablakába, jó estét, jó estét. Szállás kérni jöttem hozzád, ha beeresztenél. Mindenféle csavargónak szállást nem adhatok. Nincs itthon az édesanyám, csak egyedül vagyok. De azért a szép szabad érték és fejleszlek. Csodos tégű nyuszolyámba szépen lefektetlek. Csipkés szélű paplanomba szépen betakar. Karommal átölelek, reggelig csókollak. Csirkés szélű paplanommal szépen betakarlak. Két karommal átölelek, reggelig csókollak. Most pedig Rózsa Völgyi László, a Monori Erdei Fekete István Általános Iskola 5. osztályos tanulója, Bódás János, Ki van jelölve a helyed című versét adja elő. Bódás János, ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy végasztad, és éhező, hogy terítsasztad. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak, elhagyott, azért van, hogy vezest. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy megmutasd, mennyi szeretet van benned. Megmutattad de néha legalább? Enyhűsz, szépül tőled a világ? Vagy tán kezedtől támad foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy, vígasznak írnak szántak, menedéknek osztoknak szárnak. Ki van jelölve a helyed, ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, kinek rendeltettél, másként rideg céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esed, elkalódott levél leszel, mely a szintvedhez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszed, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ. Hamarosan a Monori Strázsák néptánc együttes előadását láthatjuk. A Monori Strázsák néptánc együttes 29 éve jött létre egy gimnazistákból álló csoportból. Mostanra már három csoporttal gazdagodott.
A két utánpótlás csoport 3 éve jött létre. Legfontosabbnak azt tartják, hogy az érdeklődő fiatalok számára közösségi élményt tudjanak biztosítani, a népi kultúra megismerése, továbbadása, megismertetése nyújtott a keretek között. Következő fellépő Gyergyó Csenge lesz, aki 17 éves. Szakgimnáziumban művészeti szakon tanul. Zenei aláfestéssel adja elő Fazekas Anna
Öreg néne Özikéje című versét. Fazekas Anna, öreg néne Özikéje. Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném. Meleg szívű, dolgos, derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska, setes uta, rátévedt az országútra. Megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sírt szegényke. Arra ballag öreg néne, ölbe veszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, frisszénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édesanyja. Cilicica, bodri kutya, mellé búvik a zugolyba. Tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul gidalába, elmehetne az őszbálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme buszszomorún csüng a távol hegykoszorún. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gida pajtás. Könyvbe lávad az ő szeme, hely, nagyon is visszamenne, csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hogy selyemfű, puha pázsit, tarka mező száz virága ösztes vérkét hazavárja, ahol mókus ugra-bugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vadárvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, vissza, dehogy mégsem tartja, kikilakjék hazájában, őz erdőben, emberházban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja. Élj boldogan, őzgidácska, lassan lépd el, csendben ballag. Kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéze. Haszontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám fenterem a mohos sziklán. De a tető hegygerincen megfordul, hogy búcsút nincsen. Ég ágyon rét, kicsi csalit, s mint a szél eliramodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vénbükk fáról. Hóborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hol ragyogja be a falut? Kitárja a kicsi kaput? Ölelésre lendő karja, kis gidácska meg az anyja áldogálott. Beereszti, szíve dobban, megismeri, őzmama lett a kis gida, az meg ott a gida fia, eltörött a mellső lába. Elhoztált a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyon öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre, s mire tölgyről lehull a mak, a kisbak haza ballag. Mátra ai falu széle, kapuban ül öreg néne. Nincs egyedül, miért is volna, ha fú, ha fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni eljönnek. Télen-nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti. Kedves szóval becézgetik, öreg nénét azóta is úgy nevezik, őzanyóka. Piros pipacs, szegfű, zsálya virít háza ablakában, nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín, száz csoporban. Egyiket Gál Péter hozta, másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi. Úttörő lesz valamennyi. Vadvirágnak dalapárja, énekszótól zeng a háza. Oly vidám a gyereknóta, nevet, sír is őzanyóka.
Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném. Meleg szívű, dolgos, derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre. Egyszer te is légy vendége. Itt a vége, fuss el véle. Néhány külföldi és magyar szívhez szóló dalokkal érkezik a Monori Tehetség, Erdély Fanni. Dalkört bemutatja jelenlegi vezetőjük Istvánfi Zoltán. Halljuk, lássuk őket. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Fogadják sok szeretettel a Monorgona Dalkör és a Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület közös műsorát, amelyben galgamenti népdalokat fogunk előadni, és a végén egy anyák napi köszöntőt. További jó szórakozást kívánunk! Minden lánya babája után, én is kesergek a magamé után. Piros
vakon végig menni nem merek, mert azt mondják, hogy szeretőt keresek. Mit keresnék én a bajába, faluba? Sok legény van, minek tátott a szája. Mit keresnék én a bajába, faluba? Sok legény van, minek tátott a szája. Este van már késő este, kilencet ütött az óra. Az én kedves kis angyalom mégsem jön el a fonóba. Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret. Így hát kedves kis angyalom mégsem leszek én a tiéd. Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret. Így hát kedves kis angyalom mégsem leszek én a tiéd. Mirosba gíj templom tornya, jaj, de messzire ellátszik. Közepében négy sarkában négy szár rozmarin virágzik. Egyik hajlik a vállamra, másik a babámére. Lehajtom a hús fejemet a rózsám ölelő karjára. Egyik hajlik a vállamra, másik a babámére. Lehajtom a hús fejemet a rózsám ölelő karjára. Jaj, de sokat áztam, fáztam katona koromban, mikor fegyver alatt álltam a kaszárnya kapuba. Nehéz a fegyverem, jobb vállamat nyomja, még nehezebb az a kutya bánat, mi szívemet nyomja. Nehéz a fegyverem, jobb vállamat nyomja, még nehezebb az a kutya bánat, mi szívemet nyomja. Szánom, bánom életemben, hogy így cselekedtem, hogy te véled kis angyalom, szerelembe estem. Tekíts fel az égre, a csillagos égre, megátkozlak, sose leszel boldog a világ életedben. Tekints fel az égre, a csillagos égre, megátkozlak, sose leszel boldog a világ életedben. Piros bagi templom tornya ide látszik, az én kedves kis angyalom mással játszik. Játszad hozzá, kis angyalom, én nem bánom, csak a reád rakott csókjaim sajnálom. Játszad hozzá, kis angyalom, én nem bánom, csak a reád rakott csókjaim sajnálom. Kis kertemben kinyílott már a gyöngyvirág, szerettelek, de nem tudta ez a világ. De már mostan kibeszélem, fűnek fának, szerettelek, elmondhasd a jó anyádnak. De már mostan kibeszélem, fűnek fának, szerettelek, elmondhasd a jó anyádnak. Mikor megy a legény októberbe katonának, azt mondja a lánynak, szíved oda ne add másnak, mert az árt a szívem a tiéddel van egybezárva. Ha odaadod másnak, szívednek hasad utána, mert az árt a szívem a tiéddel van egybezárva. Ha odaadod másnak,
vigasztalja őt a kedves párja. Cifra szülöm szögre van akasztva, gyere babám, te víz a nyakamba, így is úgy is ott annak a helye, még az éjjel betakarnak vele. Így is úgy is ott annak a helye, még az éjjel betakarnak vele. Köszönöm, anyám, hogy fölneveltél, értem, de sok könnyet kiejtettél, de én azt már vissza nem szolgálom. Áldjon meg az Isten, azt kívánom, de én azt már vissza nem szolgálom. Áldjon meg az Isten, azt kívánom. Learadták már az árpad alól, szépen szól benne a sárga ríbó, de még szebben szól a fülemüle, az én édesanyám kis kertjébe. De még szebben szól a fülemüle, az én édesanyám kis kertjébe. Köszönöm, anyám, hogy fölneveltél, értem, de sok könnyet kiejtettél, de én aztán vissza nem szolgálom. Áldjon meg az Isten, azt kívánom, de én aztán vissza nem szolgálom. Áldjon meg az Isten, azt kívánom. A következő műsorszámot előadja Pince Anna, a dal címe 1001 éjszaka, itt leszek érted. Versenytáncosokat láthatjuk. Ilonka Zoltán és Jegyugya Dóra közel 2 éve táncolnak együtt. Ez idő alatt rengeteg dobogós helyezést tudnak maguk után, amire nagyon büszkék. Calling all girlfriends, spring break weekend.
Előadását. És most pedig szeretettel szeretnénk egy kis virágot átadni DNS Rita Anikó számára, anyák napja alkalmából, mint édesanyának. Fodor Antalné doktornak, Kopcsándi Károlyné, a nevekkel bajba vagyok, elnézést kérek, a keresztneveket tudom, de sajnos a vezeték nevet nem biztos. Kedves vendégeink, a jó hangulat fokozásához vendégvárással is készültünk. Ha kedvük tartja, maradjanak, beszélgessenek, fogyasszanak az asztaloknál lévő sütemény, szendvics és kávé kínálatból. Doktor Datai már elmerült a korlátlan netezésben. Most netezek! Most épp netezem. Most netezek. Most netezem. Merülj el te is a Vodafone új Easy csomagjával a szórakozásban. Korlátlan belföldi adattal 6.990 forintért határozott időre. Vodafone. Adásunkat a júniusi testületi ülés néhány napi rendi pontjával zárjuk. Az első kézből rovat következik. Szeretettel üdvözlök mindenkit a 2024. június 20-ai soros testületi ülésen. Először is szeretnék gratulálni mindenkinek, akit a június 9-i önkormányzati választáson megválasztottak. Ugye most a testületi ülés előtt mindenki megkapta a megbízó levelét, és majd valamikor októberben fogjuk tartani az alakuló ülést, és akkor lesz a eskütétel. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a választásban. Köszönöm az indulóknak, köszönöm azt, hogy a választás tisztaságát meg tudtuk őrizni. Belső konfliktusok nélkül, egyéb más problémák nélkül le tudott gyakorlatilag itt Monoron városunkba simán menni ez a választás. Illetve nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, a választási bizottságnak a munkáját, a hivatalnak a munkáját, mindenkinek, aki valamilyen módon részt vett abba, hogy az SSB tagoknak a munkáját, a delegáltaknak a munkáját, és
köszönöm mindenkinek, aki segített abba, hogy ez a választás ilyen jól és zökkenőmentesen le tudjon menni, monorom. Első napi rendi pont interpellációk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan, aki kíván interpellálni? Igen. Jó, akkor megadnám a szót Kanfli Márknak. Tisztelt polgármester úr, gyors leszek, csak azt szeretném mondani, hogy a temetőbe tett látogatásom alkalmával rettentő állapotokat tapasztaltam. A füvet szépen vágják, úgy ahogy, azzal nincs gond, mint máskor, ellenben a szeméttárolók rettentően túl vannak zsúfolva, már borul ki jobbra-balra, hátra-előre. Beszélgettem ott pár köváros kollégával, mondták, hogy igazán még mindig nincs megoldás a szemét elszállítására, hogy nagyon-nagyon problémás maga a rendszer, mert hogy fel kell pakolni, át kell pakolni, onnan elviszik más tartályokba. A héten beszélgettem Varó Erika intézményvezetővel, mondta, hogy rettentően túl vannak terhelve a köválnál, ellenben erre kell találni valami megoldást, mert nagyon, már az útra folyik ki, és szinte minden szeméttárolóból. Valamint a református evangélikus temető úgymond Strázsa hegy felüli kerítésénél, ott is nincsenek jelölt tárolók, de ott is hatalmas szemétkupacok vannak. Oda javasolnék, beszélgettem ott a temetőgondnokkal és több ott dolgozó kollégával, oda is nekem vannak ötleteim, javaslataim, hogy milyen szeméttárolókra lenne szükség, ebbe tudok is segíteni, ha úgy van, de mindenképp valami megoldás kell, mert nagyon rontja a temető látképét. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselő úrnak. Meg fogjuk nézni akkor, hogy mi a helyzet. Most azért a köválnak volt egy csomó más olyan feladata, amiatt nem ért oda a temetőhöz. Nyilván mióta így a városüzemeltetés komplexen csinálja a temetőt is, tehát hogy a városüzemeltetésnek a dolgozói mennek ki a hulladéktárolókat is leüríteni, ez egy hatékonyabb volt, de most ugye több rendezvényünk volt, nagyon le voltak kötve az erőforrások, illetve ami egy nagyon-nagyon megnehezítette most az elmúlt időszakot, az ugye a múlt hét hétfői viharkár, ami szerintem aminek az elhárítása az legalább egy plusz hetet kivette a köválnak az erőforrásaiból, és még most se értek a végére, úgyhogy még mindig van vele tennivaló, de dolgozni fogunk rajta, illetve majd egyeztetünk arról, hogy milyen módon lehet ezeket az állapotokat megoldani, és valóban azt, hogy mondjuk a szemetet ne kelljen majd 3x4-szer átpakolni. Biztos, hogy van erre valami humánusabb megoldás is. Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, akkor rámennénk a második napi rendi pontra. Települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról, igénybevétel szabályról és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022-es önkormányzati rendelet módosítása, az Emberi Erőforrások Bizottság és a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezném az elnököket, hogy van-e ehhez kiegészíteni valójuk a rendelet módosításhoz. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés észrevétel a rendelet módosításhoz. Ilyet nem látok, akkor én a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottságnak a javaslatát tenném föl szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gombbal jelezze, és ehhez minősített többség kell, mert ugye ez egy rendelet módosítás. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, 11 igen szavazattal a képviselőtestet egyhangulag elfogadta a rendeletmódosítás. Hármas napi rendi pont Monorvárs önkormányzatának 2024 évi költségvetéséről szóló 3/2024-es önkormányzati rendelet egyes számú módosítása. Városfejlesztés Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérdezném elnök urat, hogy kívánja valamra kiegészíteni a rendeletmódosítást, nem? Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
hozzászólás észrevétel a rendeletmódosításhoz. Ugye itt beépülnek majd a rendeletbe a különféle összegek, amik az eltelt időszakban, ugye, amiről az eltelt időszakban már volt döntés. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, akkor én a rendeletmódosítást tenném fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 10 igen szavazattal és egy tartózkodással a képviselőtestet elfogadta. 4-es napi rendi pont, döntés, Monor település rendezési eszközök 11-es számú módosításával kapcsolatban. Megkérném főépítész urat, hogy néhány szóval egészítse ki ezt a napi rendi pontot, mert viszonylag összetett, nagyon sok területről van benne szó, és csak hogy nyilván itt 3 határozati javaslat van. Kérnélek főépítész úr, hogy fáradjod a középre, és mondjál erről nekünk egy pár dolgot. Tisztelt képviselőtestület, a 11. számú módosításban megint egy csomagba gyűjtöttük össze azokat a ügyeket, amikben korábban már képviselőtestületi döntés született, illetve azokat a témákat, amelyek az önkormányzat számára kiemelten fontosak. Így ebben a csomagban a szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatosan új beépítésre szánt terület kijelölése történik meg. A hulladékátrakó terület bővítésével kapcsolatban szintén új beépítésre szánt terület kijelölése történik. A Murány utcai lakóterület kijelölés az egy, egy sajátos ingatlanrendezési problémát old meg a Maggyárkert szomszédságában lévő telek határa és építményeinek a rendezhetősége érdekében. A Lőcsei utcai lakóterület kijelölés az egy jelenleg is lakóterületként beépített mezőgazdasági területről szól, aki a lakóterület kijelölésével összefüggésben a telként biztosítja az erdőterületet is, ami a következő pontban szerepel. Hasonlóképpen erdőterület kijelölése történik a 4-es számú főút mellett a hulladék kezelő telepnek a területén és szomszédságában. Zöld terület kijelölés történik a Kossuth-Lajos utca mentén, a új óvoda bővítés a Vásártér környék, a Vásártér területén és a Vásártérhez kapcsolódó területen az új óvoda építéssel összefüggésben. És egy általános mezőgazdasági terület kijelölésére kerül sor az Erzsébet királyné út mentén lakossági kérelemre, aki egy korábban meglévő telkét elhanyagolta, vagy elhanyagoltan vásárolta, és azon az önkormányzat erdő, a beerdősült területre tekintettel erdőterületet jelölt ki, és kérésére ezt az önkormányzat kezdeményezi, hogy megszűnjön. Ezekről szól a 11-es csomag. Köszönjük szépen főépítész úrnak. Kérdés van. Van esetleg kérdés a főépítész úr felé? Ilyet nem látok. Akkor köszönjük szépen a tájékoztatást. Igen. Akkor a határozatokról. Ennek a csomag véleményezési eljárásnak a lebonyolításához szükséges az, hogy a új beépítésre szánt területek kijelölésével kapcsolatban foglaljunk állást, hogy máshol ez nem áll rendelkezésünkre. És hogy indítható a véleményezési eljárás, tehát ez a dokumentáció megfelel a képviselőtestület szándékainak. Jó, köszönjük. Akkor először a 208-as határozati javaslatról szavaznánk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Egy igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag elfogadta. Most a 209-es határozati javaslatról szavaznánk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem a igen gomb megnyomásával jelezze. 11 igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag elfogadta.
Most pedig a 210-es határozati javaslatról szavaznánk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazat a képviselőtestet egyhangulag elfogadta. Ez volt a Gemini Televízió 25. évfolyam 26. heti száma. Adásaink továbbra is a megszokott időpontokban láthatók. Szombaton 17 órakor az új műsor, majd hétfőn 15 órakor, és pénteken 21 óra 30-kor az ismétlés. Kérjük, kövessék nyomon és segítsék munkánkat, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol HD minőségben is megnézhetik a beszámolókat. Elérhetőségeink változatlanok. Telefonszámunk 06 29 413 511. E-mail címünk gemini.tv2000@gmail.com. Honlapunk pedig www.geminitv.hu. Köszönjük a figyelmet, szép hétvégét kívánunk. Viszontlátásra!